dicsértessék a Jézus Krisztus, köszöntöm az életforrás nézőit. Egy év múlva, 2020. szeptemberében rendezik meg Budapesten a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust. A mai műsorunkban erről is beszámolunk, de természetesen visszatekintünk a nyár egyházmegyei eseményeire is. Sőt, új sorozatot is indítunk, amelyből megismerhetik Mindszenty bíboros életét. Tartsanak velünk! 2020. szeptember 13-a és 20-a között rendezik meg az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust Budapesten. Az előkészületek már javában zajlanak, így mi is folyamatosan tágabb teret szentelünk e témának. Katolikus hitünk forrása és csúcspontja az oltári szentség. Hisszük és valljuk, hogy általa Jézus Krisztus mindig közöttünk van. Emberi ésszel nem tudjuk felfogni a hit csodát, de mindig lehetőséget ad arra, hogy magunkhoz véve mi is egyé váljunk Istennel. Idén nyáron az egyházmegyénkben több nagy ifjúsági tábor volt. Az egyik alkalommal 160 fiatal vett részt, és a végén megkérdezték őket, hogy mi volt a legnagyobb élmény, a legfontosabb pillanat ebben a táborban. És a legtöbb fiatal azt mondta, hogy a szentségimádás. Sokan elmondták, hogy ahogyan megérezték, hogy Jézus valóban jelen van, hallja, amit ők mondanak, sőt, válaszol is rá, az életük nagy kérdéseire választ kapnak, akkor elkezdtek a könnyeik folyni. Több-több fiatal leírta, hogy nagyon-nagyon megrendült. Volt, aki leírta, hogy 3,5 órát ott volt bent a templomban, alig tudott kijönni. Volt, aki azt írta, hogy talán az élete eddigi legboldogabb pillanatai ezek voltak. Az egész világnak a célja, amellyel a Teremtő Isten létrehozta az univerzumot és az embert, az, hogy önmagát adja nekünk, szeretetből alkotott. Az Eukarisztia ezt teljesíti be. Bizonyos értelemben lehetne ezt mondani, hogy az egész létezés célja az áldozás, az, hogy őt befogadjuk, vele egyek legyünk. A katolikus egyház 1881 óta szervezi meg az eukarisztikus világkongresszusokat. A cél abban állt, hogy a legszentebb oltári szentség tiszteletét egyesítsék nagy létszámú eseményekkel, és így tegyék érzékenyé az embereket az eukarisztikus jelenlét iránt, és egyúttal felmutassák a katolikusok számára, hogy milyen sokan vannak és milyen erősek. A kongresszusok ünnepek egy kicsit azt is kifejezik, hogy megjelenik a hitünk a városainkban, egy olyan világban, főleg talán igaz volt ez az akkori Franciaországra, ahol az egyháznak nem sok helye volt se a közéletben, se a tudományban, se a városoknak a terein, megjelenjen újra a hit. Lássák az emberek, hogy létezik az egyházunk, mégpedig örömteli módon, akár csillogással, énekkel, és ünnepli a hitét, örömteli módon éli meg a hitét. Hazánk 1938-ban már volt házigazdája az eseménynek. Akkor szintén a főváros adott otthont e jeles programnak. 2016-ban a Fülöp-szigeteki Cebuban a több mint 500 000 hívő részvételével megtartott szentmise végén Ferenc pápa videóüzenetében jelentette be, hogy a következő kongresszus helyszíne Budapest lesz. I'm happy to announce that the next International Eucharistic Congress will take place in 2020 in Budapest, Hungary. 2020. szeptember 13-a és 20-a között ad helyt az eseménynek a magyar főváros. A főbb helyszínek a Hung Expo területe, a Puskás Ferenc stadion, a Kossuth tér, a Hősök tere. A programok között a reggeli imád, katekézist, tanúságtételt, fakultációt találunk, és a szeptember 13-án a nyitónapon első áldozásra is sor kerül. Az eseményre készülve a szentmisével kapcsolatos videósorozatot is indítottak a szervezők. Szeretnénk az eukarisztikus kongresszus hetében, jövő szeptemberben több alkalommal nagy számban is fölmenni az egyházmegyénkből Budapestre, akár a nyitó szentmisére, ahol több ezer gyermek lesz első áldozó, akár lesz egy külön ifjúsági napja ennek a hétnek, és hát főleg a záró nagy eukarisztikus körmenetre, talán emlékszünk a 38-as kongresszuson, ahol hajóval is vitték az eukarisztiát, ez így lesz most is, tehát egy nagyon szép, látványos, de azt gondolom, hogy szívben átélt
ünnepre készülünk. Azt kívánom mindenkinek, hogy a fölkészülés utolsó éve legyen egy lelki megújulásra hívó alkalom, és nagyon sokan átélhessük azt az örömet, amelyet ezek a fiatalok a nyári táborokon átéltek, hogy Isten szeretet betölti az életünket. Július 1-től a Szombathelyi Egyházmegye fenntartásában működik a Zalaegerszegi Gondviselés Háza, amelyben 24 órás idősellátás zajlik. Zalaegerszeg Landorhegyi városrészén panelépületek között található az egykori Pajzs Dezső általános iskola épülete. Itt működik a Gondviselés Háza, amely egy különleges szeretett szolgálatot valósít meg. Július 1-től már a Szombathelyi Egyházmegye fenntartásában. Az intézmény 1993-ban jött létre, a Notre Dame rend fenntartásában. Ők akkor az idős rendi nővéreknek az ellátására szervezték meg az intézményt és a szociális ellátást. Hát idővel azért az idős nővérek elköltöztek a Jóistenhez, és miután a rend az iskola fenntartó és oktatással foglalkozó rend, nem volt szükség továbbiakban a szociális intézményre. Akkor egy szervezés indult, amelynek a keretében végül is a Kolping szervezet, amelyik ugye oktatási és szociális intézményeket tart fent, ők vették át a fenntartói szerepet, és mind a rendnek, mind a városnak a komoly anyagi támogatásával hozták létre azt a helyszínt, ahova az intézet végül is átköltözött, 2016. januárjától vagyunk itt. Zala megye az egyik legjobban elidősödöttebb rétege vagy megyéje az országnak. Van még egy-kettő ilyen, de Zala is ide tartozik. Nekünk eleve országos felvételi körzetünk volt, tehát nem csak a városból, hanem bárhonnan vehettünk föl idős lakókat, és hát egyre nőtt a szükséglet. Ez mutatja az is, hogy most az 54 helyre, most is 180 körüli várakozónk van, pedig csak 54 hely van, és a városban rajtunk kívül is van idősellátó intézmény. Ezen kívül valami kis plusz tudtunk adni, mert olyan nagyon családias jelleggel működött ott az intézmény. Most küzdünk azért, hogy így nagyobbként is valamit ebből megőrizzünk, vagy újra kialakítsunk. De ott a rendházban, ott valóban egy nagyon bensőséges, egy nagyon barátságos légkör volt, és nagyon szerették azt az idősek. A keresztényeknek a kezdetektől jellemzőjük volt a rászorulók segítése. Ez a 21. században sincs másként. Nagy az igény az idős emberek támogatására. Sok család nem tudja vállalni hozzátartozójuk megfelelő ellátását, számukra emberhez méltó körülmények megteremtését. És az idős emberek számára is fontos, hogy társakat találjanak maguknak, illetve elfoglaltságokat, amelyek segítenek színessé tenni a hétköznapokat. Az első 3 hét általában mindenkinek nagyon nehéz. Tehát legalább 3 hét, mire valaki megszokja a környezetet, megszokja az embereket, akik körülötte vannak, tudja, hogy kitől, miben várhat segítséget, vagy kap segítséget, megszokja a szobatársakat. Tehát ez valóban mindenkinek nehéz. Viszont aki be tud illeszkedni ennek az otthonnak a légkörébe, mert hogy ez egy egyházi intézet, és itt egy hívő lakóközösség is kialakult, aminek nem mindenki tagja, mert hát nem csak hívő embereket veszünk föl, ellátásra sem csak hívő emberek szorulnak, azok nagyon jól érzik magukat. Mert itt van egy olyan kis csapat, egy imaközösség, akik ugye napi szentmisén vesznek részt, szentségimádáson, támogatják egymást, és hivatásuk az imádság. Tehát ők igazából ilyenkor nem érzik magukat ellátottnak, mert itt együtt imádkozunk Isten előtt, senki sincs előbbre. Új célokat látnak maguk előtt, és a korlátok ellenére látják, hogy hát milyen hivatásuk van még nekik. Tehát nincs tőlük elvéve az élet teljessége, hanem éppenséggel nagyon sokat szolgálhatnak mások felé. Székely János megyés püspök áldotta meg az intézményt az átadó avató ünnepségen. A Gondviselés Háza vezetői távlati célokat is megfogalmaztak már. További tervek az, hogy az egyház megye és az idősek szolgálatában próbálunk előbbre lépni. A tervek között szerepel egy hospice szolgálatnak és hospice háznak a létrehozása itt az emeleten, mert azt látjuk, hogy erre is nagyon nagy szükség van, és ez nem csak a város és a megye, hanem talán egész Dunántúli régióban nem igen található ilyen intézmény, és hát a helyi onkológiával is beszélgetve sokszor jelzik nekünk, hogy nagyon nagy a szükség rá.
De hát az idős ellátás más területeit is szeretnénk, tehát egy kicsit bővíteni a jelenlegi ellátást, ugye 170 várakozóból, tehát 2-2.5 év, mire valaki bekerül, hogyha úgy szépen normálisan próbálja kivárni ezt az időt, és hát a sürgősségi, tehát nagyon megoldatlan, nagyon veszélyhelyzetek is sokszor hónapokba telik, mire föl tudjuk venni. Tehát ott is bővíteni kéne, egy nappali szolgálatot is szeretnénk, házi szolgálatot is, tehát az, amíg a saját otthonában látja el, ameddig csak lehetséges, vagy segít az idős embernek. És hát azt gondolom, hogy ugye Cotolengo Szent József volt a védőszentünk, én jártam Torinóban, abban az intézményben, amit ő létrehozott, és hát azóta hatalmasat nőtt az isteni gondviselésbe vetett bizalmam és hitem, mert azt látom, hogy ő kizárólag a gondviselésbe bízva a teljes szociális spektrumot azt kialakította ott, tehát a hajléktalan ellátástól kezdve valóban a még akár ilyen fogyatékos ellátást vakokkal és nagyothallókkal vagy süketekkel is foglalkozik, és mindezt a Jóistenbe bízva hihetetlen nagy szeretettel. Tehát valahol ez a cél. Ezen a nyáron először rendeztek országos programot azoknak, akik a cigánypasztorációval foglalkoznak. A Szombathelyi Egyházmegye által szervezett lelki gyakorlaton közel 100-an vettek részt. Elmélkedéssel és beszélgetésekkel telt a hétvége a roma közösségek célirányos lelki gondozásának 3 napján. Az ország minden vidékéről érkeztek résztvevők. Ezúttal nem papok vagy hitoktatók, hanem többségében olyan cigány emberek, akik településükön saját közösségük lelki megerősítéséért tevékenykednek. Olyan emberekről van szó, akik saját feladatuknak is tekintik azt, hogy a cigánypasztorációban, vagyis a cigányságban élő, cigány közegben élő embereket segítség az egyházhoz, és ha ez egyházhoz, Krisztushoz segítik őket, ebből mindenki nyer. Ők is nyilvánvalóan, de az egész társadalom. Cigánypasztorációs képzés 2 éve van Magyarországon, de országos lelki gyakorlatot most először szerveztek számukra. A cigány származású Csákány Doroszlói plébános, aki nélkülözéssel és félelemmel teli gyerekkorának történetét is megosztotta, elmélkedést vezetett és szentmisét is tartott. Jézus mondja, hogy újuljatok meg lélekben és érzületben, öltsétek magatokra az új embert, és ez a célunk ahhoz, hogy a hivatásunkat, a szolgálatunkat ott, ahol vagyunk, el tudjuk végezni még lelkesebben, még igényesebben, még mélyebben, és még odaadóbban tudjuk ezt végezni. A lelki gyakorlaton volt olyan is, aki a közösségépítéshez kapott hasznos tanácsokat. Mindenben van egy kis közösségünk, egy 56-os, ez vegyes magyarokkal, cigányokkal együtt imádkozunk, és közösségi házat építettünk, ahol léggyakran találkozunk, és itt széken püspök, atyától hallottam, hogy egy közösséget hogyan is kell összetolni, milyen alázatosnak kell lenni. Közös szentmisével zárult a lelki gyakorlat, amelyet jövőre ismét megrendeznek Mária Pócson. Szeptember 1-jével megkezdődött a 2019-2020-as nevelési év. A Szombathelyi Egyházmegye új óvoda fenntartását vette át Vas megyében, illetve beszámolunk a Celldömölki iskola bővítés utáni megáldásáról is. Kemenes Hőgyész, 400 lelkes település pápa közelében. Nagy értéke a falunak a katolikus és az evangélikus templomok mellett az óvodája. Szeptember 1-től ez lesz a központja, a Mihály házát és Kemenes Szent Pétert is magában foglaló Gyermek Jézus katolikus óvodának. A szülők és az önkormányzat és a nevelőtestület is pozitívan fogadta ezt a változást, mindenki örömére történt ez. A nevelési programunkban ez olyan változás történt, hogy természetesen megmaradtunk az országosan előírt óvodai nevelési programmal, és ezt kiegészítve az egyházi vonulattal. Ez azt jelenti, hogy a gyermekek mindennapi életében, étkezéskor, elcsendesedési időben megjelennek az egyházi zenék, mesék és egyházi imák. Székely János megyés püspök áldotta meg az óvoda épületét. A Martinus.hu-nak adott interjújában hangsúlyozta, az egyház fontosnak tartja a kis települések és az ott élők támogatását, segítését. Ennek egyik módja például az óvodák működtetésében való közreműködés. Segítség az óvodák átvétel az önkormányzatoknak,
akik számára ez főleg kisebb településeken nagyon nagy kihívás, ebben tud az egyházunk segíteni. Szeretnénk azt, ha minden kis településnek, amennyire csak lehetséges, megmaradna a saját intézménye, ez is építi a helyi közösséget és segítség a családoknak. A település nagy boldogasszony tiszteletére szentelt templomában bemutatott ünnepi Veni Sancta szentmisével vette kezdetét az új nevelési év az óvodában. A szokottnál is izgalmasabbra sikerült a tanév vita a celdömölki Szent Benedek katolikus iskolában. Ezen a napon vehették birtokba a gyerekek a Koptikodó utcai épület új szárnyát. Az épületrész harmonikusan illeszkedik a 2017-ben felépült első részhez, azt kiegészíti két új tanteremmel, tornateremmel, többfunkciós pályával, szertárral, öltözőkkel, az udvaron műfüves focipályával, játszótérrel. A fejlesztésre a bővülő gyermeklétszám miatt volt szükség, mondta a Martinus.hu-nak adott interjújában Cukor Attila igazgató. Régóta küzdünk már azzal, hogy a gyermeklétszámunk folyamatosan bővült. Igazából ez nem az elmúlt egy-két évben kezdődött. Gyakorlatilag ez már egy 8-10 éves folyamat. Most az elmúlt egy-két évben már azt mondható, hogy az iskola létszáma stagnált, ez az a közel 300 fős tanuló létszámunk van, de az intézmény megalakulásakor az elérte a 8 év folyamot, akkor ugye egy-egy osztályjal működött, akkor 150-160 gyerek, tehát majdnem azt lehet volna, hogy a fele tanult akkor az iskolában. A fejlesztés mintegy 500 millió forintba került, ami állami és egyházmegyei támogatással valósult meg. Az egyházi iskolák nem munkagépeket akarnak a gyermekekből nevelni, hanem embereket, mondta köszöntőjében Székely János megyéspüspök. Beszédét követően a megyéspüspök megáldotta az új épületrészt. Kedves nézőink, szeptemberi programajánlónk következik. Szeptember 7-én Kisboldogasszony napi szentmisét mutat be a Kált Hidegkúti Kisboldogasszony kápolnában Balassi István gércei plébános. Szeptember 7-én és 8-án tartják Celdömölkön a kegytemplom főbúcsú ünnepét. Szombaton este 6 órakor Martos Levente Balázs teológiai tanár, vasárnap délelőtt 10 órakor Varga László kapusvári megyéspüspök mutatja be a szentmisét. Ugyancsak ezen a hétvégén tartják a Mária neve napi búcsút Vasváron. Szombaton este 6 órakor gyertyás körmenet indul a templomtól a Szentkútra, ahol 7 órakor lesz a szentmise. Vasárnap reggel 8 órakor dr. Pem László kanonok, 10 órakor az ünnepi szentmisé dr. Veres András, a Győri Egyházmegye főpásztora és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke mutatja be. Szeptember 21-én áldja meg a felújított templomot és plébánia épületet Gércén Székely János megyéspüspök. Szeptember 22-én áldja meg a felújított templomot Kálocván Székely János megyéspüspök. Szeptember 25-én folytatódik a Mai világ az evangélium fényében előadás sorozat Szombathelyen. Első alkalommal dr. Székely János megyéspüspök tart előadást, melynek címe Bibliai morzsák, az európai kultúra bibliai gyökerei, Isten reménye, Isten szokatlan arcai, Dávid és Abszalom, az apai hivatás. Bővebb programokért keressék egyházmegyénk honlapját www.martinus.hu. Szeptembertől új sorozatot indítunk műsorunkban, amelyben Mindszenti József bíboros életét ismerhetik meg. Az első részben a csehi Mindszenten töltött gyermekkoráról lesz szó. Mindszenti bíboros itt a mögöttem lévő iskola épületbe kezdte el általános iskolai tanulmányait, akkor ugye elemiskolai tanulmányait. Most az iskola épület egész rossz állapotban van, hiszen a szocializmusba átalakították. 56-ban elkészült az új iskola, és utána ebbe az iskola épületbe még volt tanítás, de átalakították tornateremét. A 80-as évektől már nem is használják ezt az iskolaépületet, úgyhogy most már lassan 40 éve, hogy használaton kívül van. Mindszenti József, amikor elkezdte elemi iskolás tanulmányait, akkor, ahogy említettem, ebbe az iskolába járt.
megemlékezik a bíboros úr, hogy annak idején még úgy volt, hogy hozni kellett a diákoknak magukkal a fát az iskolába, amit elhasználtak, illetve eltüzeltek, hogy meg ne fázzanak. Amikor minden gyerek hozta a napi egy darab fáját, akkor azért lehetett fűteni itt az iskolába, és nem kellett fázniuk. A bíboros úr megemlékezik arról is, hogy amikor szokott hazamenni téli időbe, akkor itt a mögöttünk lévő templom dombon szokott lecsúszkálni a kis szánkójával, meg a kis talpakkal, amiket csinált neki az édesapja. Tehát számtalan élmény köti ehhez az iskolához Mincenti bíboros urat. A Mincenti emlékházba, a könyvtár szobába látunk a falon egy feszületet. Az a feszület ebbe az iskolába volt elhelyezve, és azelőtt a feszület előtt szokott Mincenti bíboros is imádkozni kisgyerekként. Abban az időben a gyerekeket sok mindenre megtanították az általános iskolába. Falusi gyermekeknek praktikussági szempontból tanítottak kertészkedést is, hogy miként kell a kiskertben, illetve a gyümölcsösben, szőlőhegyen gazdálkodni. Mincenti bíboros egy évben 11 kis fát oltott be, és hát ugye azt hagyományosan úgy szokták, hogy az iskolának a kertjébe ültetik el, de az édesapja titokban megvette ezeket az oltványokat, és fönt a hegyen, a Penn birtokon ültette el. Mikor Mincenti atya elkerült Szombathelyre a premontrei atyáknak a főgimnáziumába, és jött haza június vége fele, vagy második felébe a nyári szünetre, akkor az útja, hiszen Oszkóig vonattal jött a bíboros úr, Oszkóba leszállt, és onnét a mezei úton az ő szőlő birtokunk mellett vezetett el a kis út. Jött hazafele, és a szülei, illetve testvérei ott várták a hegyen, és köszöntötte az édesapját, édesanyját, testvéreit, és akkor az édesapja mondta neki, hogy na, akkor jöjjön az oltó, és az oltványról vegye le az első termést. És Mincenti atya olyan értetlenül állt, és akkor az édesanyja megsúgta neki, hogy édesapád az elmúlt években megvette azokat az oltványokat, amiket te oltottál itt a kertészkedési órán, és itt a hegyen elültette, most hozzák az első termést, és már napok óta kijár ide a hegyre, hogy ezt a pár szem gyümölcsöt megóvja az itten settenkedő gyerekektől, illetve a madaraktól. És Mincenti bíboros úr erre a gyerekkori élményére több mint 80 éves korában, vagy később mint 80 éves korában emlékezett vissza, és azt írta, hogy édesapámat azóta az életvihara kidöntötte az élők sorából, a hegyen a fáimat a természetvihara elpusztította, de édesapámnak a szeretetére, meg a családnak a szeretetére mind a mai napig emlékszem. Amikor zarándokok jönnek, elmondom nekik is ezt a történetet, és azt is hozzáteszem, hogy amikor a nagyszülők vagy a szülők azt gondolják, hogy a gyermekeiknek hiába beszélnek, meg hiába tanítják őket az élet nagy kérdéseiben, azok megfoganás nélkül elmennek a gondolataikból. Az nem így van, hiszen nem tudhatjuk azt, hogy melyikünket mi ragadja meg, és igenis mindent el kell mondani a szülőknek, nagyszülőknek, mindenre tanítani kell a fiatalabb generációkat, hogy annak meglegyen a foganatja idővel, és akkor a jó, meg a szép, a nemes, amit a szülők és a nagyszülők adnak, akkor az tovább fog menni.
Tisztelt nézőink, Önök az Életforrást, a Szombathelyi Egyházmegye magazin műsorát látták. Írásos és képes beszámolóinkat megtalálják honlapunkon a www.martinus.hu oldalon. Arra biztatom Önöket, hogy keressék fel az Egyházmegye által működtetett további honlapokat és Facebook oldalakat is. Találkozunk egy hónap múlva, viszontlátásra, dicsértessék a Jézus Krisztus! Ez a vége volt.